A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményében 23 nyolcadikos szüleik előtt vett búcsút az Alma Mátertől. A tornateremben tartott ünnepségen először kis Éva Noémi a 7. osztályosok nevében búcsúzott a ballagóktól. Farkas Vivien 8. osztályos tanuló szavalata után Mester Anikó osztályfőnök búcsúzott el tanítványaitól, és kívánt nekik sikeres, boldog éveket. A 8-osok nevében Doma Petra Dorina, Tóth Enikő, Nagy Tímea Boglárka, Suba Viktória Magdolna, Beregszászi Flóra búcsúzott szavalatokkal, majd énekekkel. Útravalóval Futóni Szabó Margit tagintézmény vezető is ellátta tanítványait. Hát nagyon tehetséges kis osztálytól búcsúztunk, és valóban szívet melengető volt ez a 8 év, amit együtt tölthettünk. Ahogy a jutalmazás is megmutatta, nagyon sok versenyen tudtak indulni, tanulmányi versenyen, sportversenyen, nagyon aktív, nagyon lelkes, nagyon szorgalmas kis osztály volt, és az igazsághoz ezzel tartozik, hogy én alsó tagozatban tanítottam őket, és ahányszor mentem helyettesíteni, mindig ez a közeli kapcsolat, úgy érzem, hogy megmaradt 8-os létükre, és nem nőtték ki azt, hogy szerették a személyes kontaktust, ezeket a személyes élményeket, és ilyenkor a búcsúzáskor ez előjön. A matematika verseny, a fizika verseny, a történelmi versenyekre, angol versenyre olyan széles tájékozottságúak ezek a gyerekek, hogy szinte minden területen tudtunk indulni velük, és többen voltak, több területen tehetségesek. Ritkán adódik ez, ugye mi egy kis iskola vagyunk, nagyon sokszor 2-3 gyerekre építhetünk. Itt viszont lehetett látni, hogy elég széles volt a merítés, és valóban egy tanuló több tantárgyból is, de esetleg voltak néhányan, akik egy-egy kimagasló területen tudtak szép eredményt elérni. Ének, akár versmondás, akár sportterén. Nagyon örültünk neki, hogy az elejétől fogva, március 16-ától be tudtunk a digitális távoktatásba kapcsolódni. Otthon azért vannak számítógépek, laptopok, de ha nem volt más, az okostelefonnal azonnal vállalták a szülők, és természetesen ez nem ment volna ilyen sikeresen, hogyha otthon nem ülnek melléjük, mert azért azokat a felületeket megkeresni, különböző tantárgyaknak különböző digitális tananyagot, és sikeresen vettük ezt az akadályt is. A végzősöket az iskola tantestületek könyv, oklevél és tárgyutalommal honorálta. A díjakat Plósz Csilla intézményvezető adta át. Az elmúlt időszak történéseit figyelembe véve azt is mondhatjuk, hogy az idei ballagás belekerülhet a történelem könyvekbe is, hiszen ahogyan visszaélünk, visszaemlékezünk, több évtizeden keresztül ilyen ballagás nem történt itt a Kiskulcsosi tagintézményben. Az itt tanuló gyerekek életében, a 8-osok életében ez egy mérföldkő, amikor elballagnak, elbúcsúznak az iskolától, elbúcsúznak a tanáraiktól, és egy új élet kezdődik számunkra. Egy-egy ilyen ünnepség mindig megható, hiszen ilyenkor akarva akaratlanul 8 évnek az emlékei tódulnak a gyermekek lelkében is, és az őket tanító pedagógusok lelkében is, és amint láttuk és tapasztaltuk, a mai ballagás sem múlt el könnyek nélkül. A szülők itt voltak, ha némi korlátozásokkal is, hiszen minden gyermekhez két fő hozzátartozó érkezhetett, ez így mégiscsak bensőségesebb volt, mintha csak egyedül búcsúztattuk volna el a 8-osokat. Alkalmazkodtunk a szabályokhoz, a lehetőségeinkhez, úgy gondolom, hogy így is nagyon bensőségessé tudtuk tenni ezt a közel 1 órát. 8 éven át elért kitűnő bizonyítványért díszoklevélben részesült Beregszászi Flóra, Doma Petra Dorina és Kovács Zoltán. A 8. osztályban kitűnő tanulmányi eredményt, könyvutalványt kapott Beregszászi Flóra, Doma Petra Dorina, Kovács Lili és Kovács Zoltán. Jeles tanulmányi eredményükért oklevélben részesült Madarász Vivien, Suba Viktória Magdolna. A tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményükért tárgyutalomban részesült Kovács Zoltán, Beregszászi Flóra, Budai Dominik Milán, Doma Petra Dorina, Farkas Vivien, Fülöp Zsuzsanna, Kovács Lili, Kovács Zoltán, Kun József Gergely. Könyvutalványt kapott Madarász Vivien, Nagy Tímea Boglárka, Ökrös Krisztián Levente, Suba Orsolya Julianna, Suba Viktória Magdolna, Tóth Enikő.
A sport területén nyújtott teljesítményükért tárgyutalomban részesült Budai Dominik Milán, Ökrös Krisztián Levente, Cina Benjamin, Csató Dénes, Doma Petra Dorina, Fülöp Zsuzsanna, Gönc Imre István, Hamar Dániel, Hermán Éva, Simon Attila, Suba Orsolya Julianna, Suba Viktória Magdolna. A diák önkormányzat munkájában való aktív, segítőkész munkájáért tárgyutalomban részesült Doma Petra Dorina és Suba Viktória Magdolna. Énekkari munkájáért oklevélben részesült Cseppentő Éva, Molnár Marian. Az itt töltött évek emlékére emléklapot kapott Dékán Tünde Eszter.